Sziasztok! Szerencsésen lenyúltam, ahogy kell Vatrán, egy bontatlan plusz 4-est, gyakorlatilag használatlan, mondjuk inkább egy plusz 4-est, ebben a dobozban van, és azt az élményt, ahogy kibontom, és rájövök majd utól, hogy működik-e vagy sem, na ezt szeretném veled megosztani, hajrá! Na nézzük csak! Ehhez azért kell egy bicska, nem? Szerencsésebb úgy. Igen, most itt felülhetek annak, hogy bénázok. Hűha! Jó lenne úgy kinyitni, hogy nem sértjük meg a dobozt, mert hogy állítólag eredeti dobozban van. Na mindjárt. Biztosítási ügynök volt, leráztam. Hűha! Ajaj! Van kis tökéletesség. Rá lett ragasztva. Jaj, nem is az eredeti doboz? Vagy nem csak, ugye? Itt ugye lehet, hogy benne az eredeti van. Remélem. Egyébként ilyen stílfűrészek vannak rajta, úgyhogy remélem, hogy a Commodore ilyet nem gyártott, mert én nem azt rendeltem. Hát igen. Hadd adjak már egy ötöst a csomagolásra az eladónak, Vatrán. Nézzük csak, egy magnó. Köszönjük. Könyvek. Felhasználói kézikönyv. Commodore Plus 4, 7-7. Software Manual. Tettem, tudod. Aztán a beépített, nagyon fontos üzleti használatra alkalmas programok kezelése. User Manual. És egy kazett, két kazetta. Alig használt, az egyik részlegesen dokozott. A másik az TV játék C16-ra. Igen. Ez meg karakterszerkesztő. Jól van. És valóban görög volt a faluban. Kigurítom. Szóval, Commodore Plus 4, mindenki tudja milyen, Magyarországon vagy 10 000-et kaptak az iskolák 1985-ben. És most kinyitom a dobozt. Le van sarkadva. Na, meg itt is. Meg amott is. Nem időgéppel jött sajnos 84-ből közvetlenül, állítok egy szekrényben állt. De ennél a sokkal szebb dobozt nem tudom, lehet egyáltalán szerezni manapság. Dobozra vigyázunk, félre tesszük. Igen, visszafordítjuk a csikorgógépet. Figyeltek, ugye? Itt van. Hát, mondjak, egy kicsit sárga. Billentyűzetileg, de azért egész szimpatikus első ránézésre. Nyilván aki ismeri ezt az egész 8-bites műfajt, azt tudja, hogy akkor még a billentyűzettel egybe volt maga a gép is. Egy gépházban, már hogy ez az egész gombok,
csatlakozunk TV-hez, monitorhoz, magnóhoz, lemez meghajtóhoz, ilyenek, joystickhoz, és kész. Eredetileg ezek a gombok itt bizony eléggé fehérek voltak, most meg úgy néznek ki, mintha valaki rádohányzott volna, pedig a szekrényben volt állítólag. Na mindegy, nagyban meg fogok vigasztalódni, ha az egész működni fog. Talán még itt működéshez nem árt egy tápegységet, a szokásos Commodore plusz 4 tápegység. Egyébként megsúgom Nyíregyházáról kapta, és nagyon köszönöm, főleg akkor, a bekapcsolás után, hogy megy is, de ez már a következő videóból fog csak kiderülni.